Na sziasztok! Régen volt már hologramos videó, ezért gondoltam bepótolom ezt a hiányosságot, mert azért ezt tudomásom van róla, hogy ezt a csatornát legtöbben mégiscsak ezért nézik. Ellenben más a helyszín, és ami talán még meglepőbb, hogy a headset is most más. Ez nem a HoloLens. Illetve lehet, hogy valaki számára meglepő, de nyilván abban nincs ilyen kék design, meg azért látszik róla, hogy ez egy másik headset. 90 fokos látószöggel rendelkezik. Van egy 1.4K-s felbontás a kisebb irányba, és több mint 2K-s a nagyobb irányba, úgyhogy azért ez ver egy-két dolgot paraméterekben. És ez egy saját építésű headset, ugyanúgy holografikus, tehát egy see-through display, és ezen dolgozgattam itt közben titokban, kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel. Jó, tehát sok dolgot elmondtam már, hogy mit kell erről tudni, a látószög azért az odaver a nagyoknak is. A rendszer egyébként Linux alapú jelenleg, és ennyi, tehát hogy igazából ez egy költségében nagyon jó alternatíva lehet például sok ilyen okos szemüvegnek. És most a helyszín, ja, a helyszín persze, hát most éppen otthon vagyok, ez még nem lesz a céges iroda, és egy saját vállalkozásba kezdtem, szóval most a Magos IT Kft-nek vagyok igazából vezérigazgatója és tulajdonosa. Ó, de jó, éppen lemerült. Lemerültem. Egyébként most már ez a tesztelem ezt éppen több mint egy óráját, most nézem, lassan 2 órája, tehát eléggé jól bírja az aksi. Íme a prototípus. Teszek majd föl egy see-through videót is, egy gyors videót. Úgyhogy igazából ennyit akartam, és keressétek a Magos IT-t, mert nagyon király. Keressetek engem mindenféle fejlesztésekkel egyébként, nem csak holografikusakkal, szoftver-hardware fejlesztésekkel. Köszönöm a figyelmet!